Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban egy könyvajállót hoztam, mégpedig egy Itt van a világ vége könyvajállót, vagyis olyan könyveket, amiben valamennyire jön a világ vége, igazából ilyen disztopikus, apokaliptikus könyvek lesznek, amikből egyébként nem olvasok olyan sokat, úgyhogy valószínűleg nem lesznek ilyen meglepőek ezek a könyvek, de gondoltam, most azért összegyűjtök egy videóba néhány ilyen kaliberű könyvet, és igazából nem is a történetet akarom annyira elmondani, hanem a különböző világvégéket az egyes könyvekben. Úgyhogy nézzük. Az első Charlie Higgs-től a The Enemy, vagyis a Felnőttek nélkül című könyv. Ebben egy zombi vírus tör ki, ami a 15 éven felülieket, vagy a 18 éven felülieket, a lényeg, hogy a felnőtteket támadja. Szóval aki felnőtt, azt megtámadja a vírus, és zombi lesz. Szóval a gyerekeknek maguktól kell túlélni benne. Csináltak ezzel a szerencsétlen könyvvel anyámék. Így adjam nekik kölcsön, hát sérült a gerince. Ez egyébként egy sorozat, és nekem ez az első rész igazából tetszett, mert érdekes ez a koncepció, hogy oké, hogy zombi vírus, de hogy ugye specifikusan a felnőtteket támadja. És azt hiszem 7 kötetes, szóval én mikor ezt elolvastam először, akkor gondolkodtam rajta, hogy lehet be kéne szerezni majd a folytatásokat, de még nem jutottam el odáig. Majd egyszer, nem tudom, meg ugye most ez az első rész megvan magyarul, és ez tavalyi könyv talán, szóval nincs még kinn a többi része, és akkor még mindig bennem van a dilemma, hogy várjam meg a fordítást, vagy majd vegyem meg inkább angolul, nem tudom, mindegy. Szóval az első világvége típus a zombi vírus, igen. Második könyvünk, nem ez, mert az nincs nálam, a Ready Player One. Na, ezt a könyvet már rengetegszer ajánlottam, de ugye abban az évben, amikor olvastam, az 2018, szóval most már egy ideje talán annyira nem beszélek róla olyan sokat, mert most más könyvekről beszélek sokat. A Ready Player One-ban hát olyan világkatasztrófa történik, hogy igazából az energiaforrások kimerülnek, és létrehozzák az Oasis-t, ami egy virtuális világ, és mindenki igazából abban tölti minden idejét. A külvilág pedig eléggé romokban hever, és nem túl sok jó dolog van a külvilágban, minden tényleg padlón van, minden rossz kint, és tényleg mindenki az Oasis-en belül éli az életét, leginkább ott lehet pénzt keresni, meg mindenféle egyebet, és történetügyileg van ez a húsvéti tojás elrejtve valahol a játékban, és ezt próbálja meg mindenki megtalálni, és hát ugye mi a főszereplőnket követjük, akinek most hirtelen csak a játékbeli neve jut eszembe, ami Percival, őt követjük, ahogy ő küzdi magát végig ugye a tojásért való úton. Harmadik könyvünk, az Útvesztő. Na most gondolkodtam rajta, ezt hogy tudom spoilerezés nélkül előadni, de hogyha csak az első kötetet vesszük, akkor nem tudom spoilerezés nélkül előadni. Szóval az Útvesztőben, az első kötetben ugye egy csomó srác bekerül az Útvesztőbe, és akkor ott kéne valamit kezdeniük magukkal, és ugye van az Útvesztő, és ott próbálnak kijutni. Igen. Na most itt túl sok világvége így nincsen, úgyhogy kiteszem a spoiler jelzetet, és aki nem olvasta volna az Útvesztő sorozatot, vagy nem tudná, vagy a második könyvnél, vagy csak az első könyvnél van, és még nem jutott el a másodikig, az akkor vigyázzon, mert most spoilerezni fogok. Nem emlékszem pontosan, hogy a második kötetben derül-e ki, de igazából ott derül fény arra, hogy volt itt egy világvége igazából. Hát voltak ilyen napkitörések, és valami az okozott, így halványan erre emlékszem. A lényeg az, hogy az Útvesztőben, konkrétan akkor lehet inkább, pillanat, kihalászom, akkor inkább beszélek nem az Útvesztőről, hanem a Halálparancsról, de ez az Útvesztő előzmény sztoria, szóval ezt úgy érdemes meghallgatni, hogyha valaki már olvasta az Útvesztő alapsorozatot. A Halálparancsban ugyanis kiderül, továbbra is spoiler erre a könyvre nézve, hogy ugye voltak ezek a napkitörések, ami
ami jól beleszólt a földi életbe, és aztán, hogy a túlnépesedést megoldják, meg az ilyen népesedési problémákat, létrehozzák ezt a csodálatos kis vírust mesterségesen, amit aztán kilőnek így random emberekre, hogy akkor ez majd kicsit csökkenti a népesség számot. Egy dologgal nem számoltak, hogy levegőben terjedő vírus lesz, amire nincs egyébként ellenszerük. Szóval ők azt hitték, hogy azt így meglövik vele az embereket, az majd azokat az embereket elintézi, többiekre nem lesz probléma. Hát a keresztés, vagy a számításukat keresztül húzta a vírus, mert levegőben terjed, és csak az nem hal bele, aki immunis rá. És nincs rá ellenszer. És ugye a teljes útvesztős sorozat arról szól, hogy próbálnak rá ellenszert szerezni. Nincs rá. Szóval igen, itt az jelenti a világ végét, hogy szándékosan kiszabadítanak egy vírust, amit utána nem tudnak kordában tartani. Negyedik kötetünk az ötödik hullám. Én ezt a sorozatot szerintem még azelőtt olvashattam, hogy elkezdtem a YouTube-ot, szóval erről annyira sokat nem beszéltem itt. Az első része nagyon tetszett egyébként. A másodiknál elvesztettem a fonalat, a harmadik kötet meg majd volt, hogy egyáltalán nem nagyon tetszett, szóval így zuhant meg a három kötet során, hogy mennyire tetszik ez a könyv. Az ötödik hullám első köteténél maradok most. Öt hullám sújtja a földet. Az első volt az áramszünet, hogy totál elment teljesen az áram. Semmi nem működött, ami amúgy aksi is árammal működne, semmi. Minden telefonok, minden meghalt. Ez volt az első hullám. Második hullám volt az özönvíz. Harmadik hullám volt a madárinfluenza, ami így kicsit kiirtotta a népesség felét, meg ugye az áram is egy csomó balesetet okozott, utána jött az özönvíz, ami megölt egy csomó embert, utána jött ez az influenza, ami megölt egy csomó embert. A negyedik hullám volt egy rakás elit gyilkológép szabadon eresztése, akik így vadászták le a maradék embereket, és az ötödik hullám, amiről ez az első rész szól, nem fogom már spoilerezni, de hogy jön az ötödik hullám, igen, hogy mi lesz az. Vajon? És hát ugye itt a főszereplőnk az Cassie, leginkább ő a főszereplő, de van több szemszög is a könyvben, és Cassie próbál visszajutni az öccséhez, mert hogy szétszakadnak egy ponton a könyv elején, és igazából Cassie-nek az öt küldetése, hogy visszaszerezze az öccsét ebben az első könyvben, mert az öccsét elviszi a kormány. Csak Cassie visszamegy a maciér, és lemarad az útról, és ugye közben meg majd fény derül dolgokra, úgyhogy igen, öt hullámban jön a világ vége itt. Az utolsó könyv az Éhezők viadala. Na most nem vagyok egy túl nagy Éhezők viadala fan, elolvastam a könyveket, amúgy nem rosszak, a szerelmi háromszög kiakasztott. Az Éhezők viadalára annyira már nem emlékszem pontosan, de azt tudom, hogy az alapkonfliktust az jelenti, hogy hát van a 12 körzet, meg van a kapitólium, erre emlékszem. És a kapitóliumban laknak a gazdagok, a 12 körzetben meg mindenki szegény és éhezik. És a gazdagok szórakoztatására találták ki az éhezők viadalát, hogy a 12 körzetből kettő-kettő emberkét ugye fognak, és betesznek egy arénába, hogy akkor gyilkoljátok le egymást, és az utolsó ember, aki talpon marad, az nyert. Yay! Ez az éhezők viadala lényegében, de szerintem ezt nem kell magyarázni. Szóval, megint az első kötetet hoztam ide, és már nem nagyon akarok spoilerezni, mint ugye a halálparancsnál is. De ugye egy ilyen sorozatnál van olyan, ugye a sorozatoknál van olyan, hogy az első kötet merőben másról szól, mert be kell vezetni a sztorit, és utána indítjuk el a rendes úton például a lázadás útján a történetet, mint ami általában az ilyen könyveknél van, mert most jó, hogyha végig gondolok ezeken. Mindegyikben lázadnak a végén. Valamilyen úton, módon. Úgyhogy ebben is utána. Azzal volt a bajom igazából ennél a könyvnél, hogy folyamat visszatértünk a szerelmi háromszögre, és nem volt elég a sztorin. És így, térjünk már el ettől, de tényleg ez a folyamatos tépelődés, hogy ott az egyik fiú, de ott a másik fiú, és így, jó, értjük. Haladjunk. Hát, én ezeket a disztópikus per post-apokaliptikus könyveket ajánlom.
most ebben a videóban. De kommentben írjátok meg, hogy ti milyen posztapokaliptikus, per disztopikus könyveket ajánlotok. Jöhet minden. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!